Györfi Ákos, a hegyi füzet. Elmondja Kőrösi András. Megkezdem ezt a füzetet. Borult az ég, a völgyben őzek ugatnak. Enyhe feszültség bennem, hogy nem lehetnék itt, hogy nem szabadna itt lennem, mert nem az enyém a ház. Nem tudom kié. Üresen állt, feltörték, megtaláltam, kitakarítottam, és olykor feljárok ide valamiért. Miért? Azért kezdek írni ebbe az ismeretlen tulajdonos által itt hagyott világos kék fedelű füzetbe, hogy megpróbáljak rájönni arra, mit keresek itt. És ezzel együtt persze arra is, miért kerestem egész életemben az ehhez hasonló helyeket. Egy asztal, két szék, vaskájha, egy földre terített matrac. Gyertyák, Petróleum lámpa. Az eresz alá kiraktam egy hordót, hogy legyen vizem, ha itt vagyok. De csak keveset vagyok itt, illetve nagyon is sokat. Van egy életem, amit itt élek. Ez a ház az elképzelt életem egyik helyszíne. A ház nem felel meg mindazon szigorú feltételeknek, amelyeket a képzeletem évek alatt már-már már kényszeresen kidolgozott. Inkább völgyben kellene lennie, bükkösben, nem pedig domtetőn. Inkább rönkháznak kellene lennie, nem pedig ilyen lábakon álló, jellegtelen típusfaháznak. Egy szóval nem tökéletes, de amikor felfedeztem, mégis tudtam, hogy ez lehet az. A hordó televízzel. Már gyerekkoromban is szerettem az halatti vizes hordókat a szúnyaglárvák mozgása, a különös fények a hordó alján. Egy hordónyi víz titokzatos élete. A falra egy régi bőrzsönytérképet szögeltem fel, hogy legyen előttem a vidék domborzata, lássam egyben a hegyek elrendeződését. Az ablakpárkányra lepke szállt, de csak addig volt ott, ameddig ezt a mondatot leírtam. Egy mondatnyi lepke. A kora reggelek áldása, Megnyugtat, hogy minden reggel nyitva van hagyva. Egy újabb lehetőség valamire, ami aztán rendszerint beváltatlanul marad. Az egyetlen, ami reményt adhat, hogy határozottan érzek a lényem mélyebb struktúráiban valamit, amit nem piszkolhat be semmiféle gyarlóságom. Ez a mélyebb tisztaság viszont, mintha már nem is hozzám tartozna. Ami bennem egyedül tiszta, az nem én vagyok. Erős szél. Szomorúság vagy szorongás inkább. A legnagyobb baj, hogy különféle érzelmi állapotok uralkodnak el rajtam. Azt tesznek velem, amit akarnak. A félelem attól, hogy az életem megoldatlanul marad. Valaki egyszer a tenyeremből jósolt, és azt mondta, olyan hosszú életem lesz, hogy a végét már unni fogom. Az unalom már most jelen van. Talán nem is az unalom, inkább a hiába valóság érzése. Mintha minden helyzet és játszma régtől fogva ismerős lenne, még akkor is, ha újra és újra elbukom ezeket a helyzeteket és ezeket a játszmákat. Érdektelen. Az életem egyenes következménye vagyok. A mulasztások. Mennyi mulasztás? Az életem jó része rejtőzködéssel telt. Honnan is tudhatnám, ki vagyok, amikor jóformán csak a szorongást ismerem, a lehatároltságot és a menekülést. Néhány kivételes pillanattól eltekintve nem is éltem. Ez a ház, mint egy fiktív élet helyszíne. Ez az erdő itt körös körül, mint egy fiktív élet grandiózus színpada. Az egész elképzelt életem ebben a zárt erdőtömbben, amit börzsönynek hívnak. A börzsöny, mint egy nem létező élet helyszíne. A tölgy és a vadcseresznye közé képzeltem el egykor azt a másik házat, a hajdani málnás helyén. Hatvan éve ott még mindenhol málnás volt, legalább húsz sor szélességben, most elhagyatott, sűrű erdő, csipkebokrokkal, gyertyánnal, sommal, kiszáradt szelítgesztenyékkel, Reggel nyolc. Ülök egy nemrég kivágott gesztenyerönkön, és nincs válaszom semmire. Hiába nézek bárhová, hiába nézem a felhőtlen reggeli égen köröző őjvet, hiába az elvadult gyümölcsfák kéregrajzait, hiába a vaddisznó daganyában meggyűlt esővíz mozdulatlan tükrét, sehol semmi. Ettől rettegtem egész életemben hogy majd egyszer így, egy rönkönülve, válaszok nélkül, kora reggel, a pipa aljára sűrűsödött szurokszerű mocsok ízével a számban, a szorongástól dübörgő szívveréssel kell látnom magam. Íme. Volt valahol egy mondat, vagy egy mondatot megelőző gondolat inkább, egy akkor még tökéletesen ártatlannak tűnő futó benyomás, minden esetre valami szinte légnemű kezdett, és onnan kezdve minden, ami azután következett, erre a rönkre irányult, erre a reggelre, és erre az ízre a számban. Erre a szívverésre. Nem maradt más, csak a görcs a zsigerekben, a bénultság a szellemben, a fájdalom a lélekben, a tölgy és a vattyéresznyék között. A hűvös, gombák illatával telt erdei levegőben ökörnyálként úszik az elképzelt házképe. Arra gondolok, hogyha nagyapám, akit sosem ismertem, kilépne egyszer csak a fák mögül, és ide ülne mellém a rönkre, értenie egyáltalán, ha elmondanám neki, mit jelent nekem ez a reggel? Értenie, ha azt mondanám neki kétségbeesés, ha azt mondanám tanácstalanság, ha azt gyötrelem, ha azt mondanám nők és gyerekek lelke, ha azt hazugság, ha azt gyávaság, ha azt, hogy bennem immár semmi nem maradt abból, ami az ő számára észrevétlenül volt természetes. Ha azt mondanám neki, valóban létezik az a nagy, sötétlő erdő, amit egy olasz költő idézett meg 800 éve értenie azt az erdőt, azt a 800 éves erdőt a szavakban. Miközben tudom, és ez a tudás a sötét centruma ennek a bénult melankóliának, hogy senki, hogy soha többé nem lép elő senki a fák mögül, ahogy eddig sem lépett elő soha senki a fák mögül, hogy szeliden álhatatos tekintettel a vállamra tegye a kezét, hogy megöleljen, és hogy aztán a részvéttől átjárt mélységes csendben a gyógyulás, a felejtés lehetősége egyáltalán felmerülhessen. Nem. Sem a halottak, sem az élők, senki és semmi, csak az a szurokszerű mocsok a lélekben, az út eddig a kivágott gesztenyerönkig, és az elképzelt ház lassan feloldódó képe a hűvös, gombák illatával telt erdei levegőben. Az elképzelt házé, amelyből most lép neki az a valaki, aki már soha nem leszek, most lép neki és halvány mosolyjal venné tudomásul, hogy csak álmodta azt a másikat, aki itt ült valahol a közelben, és nem volt válasza semmire. A tér intenzív átélése, a térbeli kiterjedés megtapasztalása mindig is élénken foglalkoztatott. Mondhatnám, sokáig ez volt életem központi kérdése, és bizonyos értelemben ma is az. Emlékszem, mennyire megdöbbentett mindig gyerekkoromban, amikor felmentünk a nagymaros fölötti hegyes tető kilátó tornyába, és körbenéztünk. Tiszta időben nagyjából 100 kilométeres távolságra ellátni onnan. Északnyugat felé a Selmecbánya környéki hegyek, Északra a magas börzsöny hatalmas tömbje, Délkeletre a Mátra és a Bük vonulatai, Szemben a Pilis erdő rengetege. Lenyűgözött ez a domborzat, ennek a domborzatnak a fenséges hullámzása minden égtáj felé, de leginkább az az elrendezés, az a megkérdőjelezhetetlen harmónia, amely ennek a térnek minden szegletét átjárja. A bőrzsöny térbeli elrendezése olyan mélyen vált részemmé, mély, hogy olykor nem tudom megkülönböztetni magam tőle. Persze, nem is akarom igazán. Mintha gyónnék, mikor egy hegygerinc évét sokáig nézem. Az első időkben nem merültek fel kérdések. A gyerekkor, annak ellenére, hogy a kérdések korának is tekinthető, bizonyos szempontból mégis az evidenciák korszaka. Számomra legalábbis a világ a maga álomszerű megjelenésében sokáig magától értetődő maradt. Egy olyan tény, amely álomszerű ugyan, mégis az egyetlen valóság. Ha gyerekkori emlékképek, vagy inkább emlékérzetek jutnak eszembe, ez az álomszerűség az, amelye képeknek az alapszínét adja. Ennek semmi köze a nosztalgiához, az emlékek megszépüléséhez. Ezek az emlékképek ugyanis egyáltalán nem szépek. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy az emlékekkel kapcsolatban ezt használni szokták. Mély, megindító motivumok merülnek fel, átitatva egy olyan érzékeléssel, amely már nem az enyém. Talán nem ez a jó kifejezés, hogy nem az enyém. Pontosabb, ha azt mondom, már régóta nem birtoklom ezt az érzékelést. Olyan képeket küld olykor az emlékezetem, amelyek már idegenek tőlem, attól a lénytől, aki most szemléli őket. Irigy kedve gondolok arra a valakire, aki voltam. Arra valakire, aki rendelkezett a látásnak egy olyan érzékenységével, amit megközelíteni is, csak ritka pillanatokban vagyok képes. Az intuíció kezdeti, mindenkiben meglévő képességét később kénytelenek vagyunk pótolni valamivel, ami inkább csak emlékeztet erre az intuícióra, mindössze halvány kópiája annak. Az utóbbi időben intenzív álmaim vannak. Főként gyerekkori helyszínek tűnnek fel ezekben az álmokban, de más környezetben, beillesztve egy másik térbe. Egy patakpart, amely nem lehet ott, ahol az álomban, a duna kókuszpálmákkal szegélyezett partok között folyik. Óvodás kori barátom, aki néhány éve öngyilkos lett, mutatja, hogy megtalálta azt az ezüst pénzt, amelyet harminc évvel ezelőtt adtam neki. Az érme egy forrás mélyén csillogott. Benyúltam érte, de nem értem el láttam őt eltűnni a fák között. Márványlapokkal borított csarnokban vagyok. A távolban lépcsősor, előttem egy kőből készült edény. Az élet vize, mondja valaki, igyak belőle. A Dunapartnak az a része, amely az erőmű építkezései miatt eltűnt. Ott állok a földúton, a hajdani jegenyesor mellett, kezemben magam fabrikálta így. El sem tudtam képzelni, hogy ilyen élesen emlékszem arra a hajdani partszakaszra. Igaz, nem is emlékszem rá. Az álom anyagában azonban úgy látszik, megmaradt minden. Nem puszta reprezentációja ez a gyerekkor eseményeinek, hanem inkább egyfajta összegzés, amely sűrített képekben mutatja meg magát. Álmomban gyerek vagyok, de az álombeli tekintet mostani önmagamé a mostani tekintetem annak a gyereknek az érzeteivel. A számára elképzelhetetlen jövőből nézek vissza rá. Olyan képek ezek, amelyek kímélet nélkül szembesítenek eltelt életidőmmel. Újra és újra megdöbbenek, amikor azt tapasztalom, hogy él bennem valaki, aki sokkal bölcsebb nálam, aki képes értelmezni helyettem az események rejtélyes láncolatát. Másként, mint egyfajta őrangyal, nem tudom elképzelni. Némán áll a hátam mögött születésem óta, és sötéten csillogó, gyönyörű szemeivel figyel. Ismerem -e azokat a készségeket, amelyek elvezethetnek a másik emberig, vagy tehetetlenül sodródom valamerre a saját ismeretlen érzelmeim fogjaként? Gyanítom, hogy az érzelmeink eredetéről és működéséről való szinte teljes tudatlanságunk az oka annak, hogy a megfelelő pillanatokban általában képtelenek vagyunk kimondani azokat a szavakat, amelyeket ki kellene. És képtelenek vagyunk megtenni azt, amit meg kellene tennünk. A ki nem mondott szavak és mindaz, amit nem tettünk meg, holott meg kellett volna tennünk, olyan súlyokat aggatnak ránk, amelyek alatt a legtöbben összeroppanunk. Lassú széthullás ez általában, kifelé gyakran szinte észrevétlen. De az, aki valamelyest képes tájékozódni egy arctérképén, előbb-utóbb felismeri a széthullás jeleit, és talán még azt is nagy biztonsággal képes megmondani, hogy mikorra várható a teljes összeomlás. Hetente két teljes napot nincs telenek, hajléktalanok között töltök. Mondhatnám, hogy nekem aztán nem kell bemutatni ezt a mély világot. Miközben a legteljesebb tudatlanságban vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi is ez az egész valójában. Látok egy embert, aki eljutott egy sötét, mélységesen mély gödör aljára. Elgyötört arca egy demens öreg emberé, holott alig néhány évvel idősebb nálam. Ott áll előttem, valamit motyog, alig elviselhető a közelsége, mert az elhanyagolt lábszár fekéje förtelmesen bűzlik. Próbálok nem levegőt venni addig, amíg a személyi adatait rögzítem a számítógépen. A bőre tele van friss és már elvakart, elfertőződött poloska csípésekkel. A poloskák ellepik a hajléktalanok szatyrait és elnyűlt hátizsákjait a varrások alatti rejtett zugokba petéznek, egész kolóniák élnek a csomagjaikban. A poloska csípés viszket, s ha a szervezet legyengült, a viszket is szinte elviselhetetlen. Forrón lüktető vörös duzzanatokat okoz, amelyek aztán felülfertőződve soha be nem gyógyuló sebekké változnak. Van a mocskos szatyra, van az élősködőkkel teli ruhája, van a széthullott arca. És itt következne az, hogy mindezeken kívül mi egyebe van még. A szegénység nyilvánvalóan nem ez. Amiről szó van, az inkább a megalázottság és az üresség. Főként szociológusok használják a szegénység kultúrája kifejezést. A nyomornak, a kitaszítottságnak, a szorongásnak nincs kultúrája. A nyomornak, a kitaszítottságnak és a szorongásnak csak üressége van. A szegénység csodálatos. Az ember valójában nem lehetne más, mint szegény. Csak a legszükségesebbekkel rendelkezzen. A lelki szegény az, aki birtokolja a legszükségesebbet, és tudja, hogy minden más ezen kívül felesleges, jelentéktelen ostobaság. A szegénység az ember természetes állapota. Isten az embert szegénynek teremtette. Szegénynek lélekben és szegénynek anyagi javakban. A szegénység, mint eredendő, természetes emberi létállapot rettenetesen hiányzik a világból. Ami a helyét átvette, ami a helyébe furakodott, leírhatatlan. A szegénység nem nélkülözés, hanem a belátása annak, hogy végső soron csak egy valami kell. Mindig csak egy valami. Ha ez az egy valami nem a miénk többé, ha eltűnt az életünkből, nem léphet más a helyébe. Csak a semmi. A világnak alapvetően nem a szegénységgel kell szembenéznie, hanem a semmivel. A nyomor és a kitaszítottság már ebből a semmiből következik, és nem a szegénységből. Nagyon kevés szegény embert ismerek, alig néhányat. Viszont olyan embert, akinek élete középpontját a semmi foglalta el, annál többet. Tegnap hajnalban sétáltam egyet az erdőn. Egy nyiladékban őzet vettem észre. Mozdulatlanul állt. Mögötte lassan gomolygott a köd a fák között. Fölöttünk még halványan látszott a hold. Egy állat a puszta nyers életével a csillagok alatt. Érigyeltem. Mindenkori kenyérkereső munkáimból adódóan talán az átlagosnál jobban beleláttam az emberi szenvedés bugyraiba. Láttam gyerekeket haldokolni, és láttam hajléktalan embert a saját piszkában sírva fetrengeni. Láttam terhesnőt, aki nem nyugodott addig, míg ki nem kaparta magából néhány centis magzatát, és láttam olyan öreg embert, akinek fogatlan szájában nyüzsögtek a pondrók. És nyilván nem láttam sok mindent, amikhez képest az én tapasztalataim megmosolyogtató epizódok csupán. Amit láttam, az viszont arról győzött meg, hogy bennünket bizony csúnyán félrevezettek. Vagy nem is félrevezettek, inkább csak hallgattak, másra terelték a szót, nem beszéltek róla. A szüleink, a tanáraink, a papjaink legalább 25 évnek kellett eltelnie az életemből amíg ráébredtem, hogy szinte semmim sincs a belém plántált hazugság rendszereimen kívül. Itt állok teljes tudatlanságban, és nincs válaszom semmire. De még a megfelelő kérdések megfogalmazásáig sem vagyok képes eljutni. Mostanában pedig attól kezdek már félni, hogy mindez így is marad. A világnak kizárólag azok a fertájai érdekelnek, amelyek irracionálisak, amelyek nem magyarázhatók meg semmiből, amelyek mint egy a semmiben mozdulatlanul lebegve léteznek. Az irgalmat is ilyen semmiben mozdulatlanul lebegőnek gondolom. Egyszerűen nincs miből levezetni, hogy egyáltalán létezik. A világon kívülről kellene levezetni, de arra meg nincsenek eszközeim. Magamból, a lényemből biztosan nem következik csak és kizárólag úgy tudom megragadni, ha magamon kívül létezőnek gondolom el. Olyas valaminek, ami használ, igénybe vesz, dolgozik velem, ha éppen akar. Nem én irányítom, nincs hatalmam felette. Aki uralni képes, aki igába tudja hajtani, aki integrálja a vadállatból és az angyalból összegyúrt lelkébe, az a szent. A szenten kívül végül is nem létezik ember. Aki nem szent, az talán nem is ember, csak az ember paródiája, a pokoli karnevál névtelen mellékszereplője, aki önhítségében valódi embernek képzeli magát. Holott csak lárva, perspektívák nélkül véglény. A semmitől való atavisztikus félelmünk sem akadályoz meg bennünket abban, hogy minden mozdulatunk és gondolatunk a semmibe tartson. Néhány napja sétám során megpillantottam egy halott birkát. Ott feküdt a dűlő út mellett, már rájártak a hollók és az ővek, a gazda épp készült eltemetni. – Apa, ez a birka meghalt? – kérdezte a kisfia. – Meghalt, igen – válaszolta. – Nem baj, attól még szeretem – Mondta ő, és a mosolya, ahogy ezt kimondta, a torkomra forrasztott mindent, amit esetleg mondhattam volna. Áltunk az erdőből lassan előszivárgó alkonyatban, és arra gondoltam, hogy az irgalom tényleg csak a világon kívülről, és tényleg nem következik semmiből, és tényleg a semmiben mozdulatlanul lebegve létezik. Györfi Ákos a hegyi füzet. Elmondja Kőrösi András. Mondják, megtisztítja a látást. Kiéget a tekintetből minden nem oda valót. Mintha saját legmélyebb lényemben néznék. Mintha rajta keresztül lelátnék oda, ahol már tőlem függetlenül létezik minden, és én csak úszom ennek a mindennek a felszínén, mint egy rönk a folyósodrában. A tüzekre emlékszem. A tüzekre egy mezőn, a tüzekre erdei tisztásokon, a föléjük hajló lombok alatt, tüzekre vízpartokon, tüzekre hegycsúcsokon. A lángok által megvilágított kövekre, a lidérces árnyátékokra körülöttem, a füstre, ahogy magával viszi a patak fölött örökké mozgó levegő. A legtöbb, amire az ember képes, hogy olykor gyenge lámpafénynél belenéz ebbe a határtalan, sötét éjszakába. Vagy egy tűzfényénél, teszem hozzá. Az, amit megpillanthat, ennek a végtelen mezőnek csak elenyészően kis szelete. Az, amit ilyenkor megláthat, csak arra elég, hogy fogalmat alkothasson magának a fénykörön kívül eső terület beláthatatlanságáról. És ez már éppen elég. A természet átható jelenléte, illetve nem is jelenléte. Talán nincs is megfelelő szó erre, mert ez a jelenlét is olyasmit sugall, mintha külön lennék a természettől, mintha valami más lennék, mint természet. Mintha lehetnék valami más. A házban, ahol hetek óta nem jártam, csak egy padlón fekvő, mumifikálódott lódarás jelzi, hogy itt is telik az idő. Vajon hogy jutott be ide? Amikor legelőször kinyitottam a kájhajtaját, egy halom elszáradt lódarás hullott ki belőle. Mindig megrendítenek ezek a rejtett tömegsírok. A rovarok néma haláltusájának sötét helyszínei. Berepültek a kéményen, de a kivezető utat már nem találták. Amikor először befűtöttem, elégettem őket lódarás tetemekkel gyújtottam be. Erős déli szél. Egy hollópár vitorlázik magasan a Gálhegy gerince fölött. Mostanában sokat gondolkodom a természetről, ami azt is jelenti, vagy talán csak azt jelentheti, hogy magamat vizsgálom. Végtelenül megnyugtató, hogy a természet nem ismeri az értelmeket. Ezzel a kérdéssel ébredtem. Mi van a természet mögött? Van-e valami mögötte? Néhány napja álmomban kiástam egy házat a föld alól. Az ajtaját ástam ki először. Régi rozsdás vasajtó volt, szivárgott mögüle a víz. Amikor kinyitottam, egy jégtömböt láttam, ami kitöltötte az ajtónyílást. Aztán pillanatok alatt olvadt el. Mögötte egy kert árult fel fákkal, virágokkal. Homályosan emlékszem egy feliratra, talán az ajtón, talán máshol. Rövid szöveg volt, arhaikus nyelvezettel, de csak egy szó maradt meg belőle bennem. Lét. Az álom talán azt sugalja, hogy a természet mögött maga a létrejtőzik, a maga végtelen kiterjedésével, és hogy a jégtömb, ami elzárja előlem a létre nyíló bejáratot, én magam vagyok. A természet és a lét között megfagyott lényemmel néztem szembe, a maga a gödör mélyén. Az elmúlt héten meghalt egy ismerősöm. Ismerősnél talán több volt, barátnál kevesebb. Régóta ismertem. Az utóbbi években ritkán találkoztunk. Bicikli szerelő műhelye volt. Sokan szerették. Behatóan foglalkozott vallási kérdésekkel, és azon az állásponton volt, hogy a nagy hagyományok azonos tőről fakadnak, csupán az artikuláció az, ami megkülönbözteti őket egymástól. Azt hiszem tévednek azok, akik azt mondják róla, hogy buddhista volt. Nem volt az, ahogyan keresztény sem volt. Vagy mégis? Mi az, hogy keresztény? És mi az, hogy buddhista? Finom mosolyjal az arcán magabiztosan tudott hosszasan beszélni olyasféle dolgokról, amelyekről jó lelkiismerettel inkább mélyen hallgatna az ember. Letette a villás kulcsot a munkapadra. Olajos kezét egy ronyba törölte, és rövid előadást tartott a leszületésről. Hogy milyen stációkat jár végig a lélek a túlvilágon, amíg egy újabb anyaöl be nem fogadja, hogy testet adjon neki. Az ilyesmi tagadhatatlanul hatásos tud lenni. Nem csoda, hogy fiatalok folyton változó kis csapata vette körül a műhelyben. Csendesen rajongó lányok és komoly arcú fiúk. Többször járt Indiában. Megmászott néhány komolyabb hegycsúcsot a Himalájában és az Alpokban. Mondandójának mindig volt valami nem egészen komolyan vehető tartománya is. Sokszor éreztem úgy, miközben beszélgettünk, hogy inkább leckét mond fel. Ismerem ezt. Magam is sokszor mondtam már fel leckét. Keserves út vezet a saját szavakig. Önzetlen és segítőkész ember volt, igazi közösségi lény, a súlyos belső konfliktusairól viszont mélyen hallgatott. Csak ritkán tett egy-egy utalást arra, hogy legszűkebb környezetével feloldhatatlan feszültségben áll. Nők. Főleg a nőkkel küzdött reménytelenül. Islányát nagyon szerette. Talán az egyetlen ember volt, aki igazán közel állt hozzá. A szerepből, amelyet részben önként vett fel, nem tudott kibújni. Olyan környezetben, ahol az emberek döntő többsége szinte semmit sem tud a transzendencia mélyebb tartományairól, könnyen önmaga paródiájává válhat az, aki valamelyest megízlelte a tágasabb létezés élményét. Bölcsnek, beérkezetnek gondolják, és ennek a csodálatnak tényleg nem könnyű ellenállni. Némi túlzással azt mondhatnám, hogy manapság elég néhány a kertben lengedező tibeti imazászló ahhoz, hogy szányra kelljen a hír. Tudunk valamit. Amivel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ő beérte volna ennyivel. Nem. Csak a hatás, amit a szavaival gyakran keltett, létrehozott egy ilyen aurát körülötte. Sokszor tűnik fel bennem az arca azóta, hogy halott. Erősen remélem, hogy ahol most jár, Eldől szavai milyen mértékben hordozták az igazságot. És mintha tényleg mindenben ott lenne már. A természet mélyén van. Átkelt azon a határon, amit álmomban az ajtónyi jégtöm zárt el. Egy korhat deszkából kiálló rozsdás szög belefúródott a tenyerembe. A lódarazsak bejönnek meghalni a házba. Tele van velük a padló. Felveszek egyet és elejtem. A kiszáradt test pörögve hullik le, mint egy falevél. A naprendszer bolygóinak színes papírmaketjei hetek óta hevernek az asztalon. A Szaturnusz gyűrűjén mozdulatlan, smaragzölt pók. Hiába mondogatom magamnak reggel óta, hogy engedd el a szívedből a rettegést. Figyelem a szög a sebet a tenyeremen, hát ha észreveszek valamit, ami vérmérgezésre utal. Távoli láncfűrész hangja, később hallom, ahogy egy fal recsegve kidől. Arra gondolok, hogy talán tényleg nem kellett volna megszületnem. A hegy árnyéka nem sokára a házig ér. A sebből már nem folyik a vér. A hús finoman lüktet a mélyén. A lombok közti fény színéről eszembe jut egy arc, és nem tudok rájönni, hogy miért épp ez a fény kellett ahhoz, hogy rágondoljak. Hűvösebb, tölgyillatú szél indul meg a völgy felől. Becsukom az ablakot. A homályos üvegen egy csiga odaszáradt útjának rajza. Egy gyerek kézírására hasonlít. Egy ó és egy elbetű. Nem látni a nyomát, hogy később lemászott volna az ablakról. A betűkből sehonnan nem vezet ki ösvény. Már csak a kémény csúcsát éri a nap. Kiválasztom a szomszéd hegygerinc legtávolabbi fáját, és addig nézem, míg el nem nyeli a sötétség. Nincs az a marha bélyeg, mit meg ne érdemelnék. Kezdhetném talán ezúttal így, péjével, és talán most érdemes is ezzel kezdenem. Nincs hitem. Ha igazán rövid akarnék lenni, ezt az egy mondatot írnám csak ide. Minden más felesleges, amit még hozzátehetnék. Az, hogy nekem nincs, nem jelent semmit. Nem számít az ég adta világon semmit, hogy van-e vagy nincs. A hit gyengeség, önáltatás, mondhatnám, és akkor ugyanannyira lennék igazságos, mint amennyire nem. Isten léte nem hit kérdése. Éppen ezért nem hitre van szükségem, hanem arra, hogy eszembe se jusson a hit. Ha eszembe jut, bajban vagyok. Ne kelljen erre gondolnom, a hitre való rákérdezés már önmagában egy súlyos krízis tünete. Mert a kérdés végső soron Isten létére vagy nem létére vonatkozik. Van-e Isten? Sokak szerint nincs. Sokan hiszik úgy, hogy van. De azt hinni, hogy van, az mit jelent? Miféle viszony az, ami egy feltevésen alapul? Nem tudok semmit. Így hát nem is állíthatok semmit, csupán azt, hogy számomra soha nem volt kérdés Isten jelenléte, távol léte vagy nem léte. Gyerekkoromban úgy tűnik most innen, nagyon közel volt. Ahogy az anyjához volt közelebb az ember. Pedig most nincs távolabb, csak a koszlet közben vastagabb a bőrömön. Itt van. Hol? Sehol. Belül kívül. Mindegy. Nincs a világban. Ez a világ nem az otthona. Ráfordítottuk a kulcsot a zárban, amikor kopogtatott. Mint a rühes macskát úgy rugdostuk el a küszöbről. De végül is ez is mindegy. Ezt a világot a hiányával szereti. Hűlt helyével vigasztal. Délután egy halott vörös találtam az ablak alatt. Nem vette észre az üveget, neki repült és a nyakát szekte. Azt hitte, az ég az, mert tényleg felhők jártak az üvegen. Hullik a mak, kopog a tetőkön. Vaddisznókonda jár a kert alatt. A Vénusz bevilágít a homályos kamra ablakon. Nem szabad semmiféle fontosságot tulajdonítani magamnak. Az egyetlen feladat a felszámolás. A felszámolása mindannak, amit önmagamnak hiszek. Akár Akármerre nézek, csak a személytelenség, vagy ha úgy tetszik, Isten arca. Kinézek az ablakon, a kopár téli erdő. A patak csíkja odalent az út mellett. Hollók köröznek cinkék szárnak az ablakpárkányra. Zenét hallgatok. A gitár hangja lassan elsüllyed, feloldódik valami mélyről jövő zúgásban. Egy nemű zúgás, mint a pataké, a mélyén dallan foszlányok. Soha nem érdekelt más zene, csak az, aminek köze van ehhez a mélyvilági hömpölygéshez. Minden onnan jön, és minden oda tart. A közbenső idő tulajdonképpen nem számít. Vagy mégis? Nem tudom. Két-három hangot játszani órákon keresztül. Mindenki akar valamit a másiktól. Szeretnék semmit sem akarni, és akkor talán sikerülne megérintenem azt az egyetlen akaratot, ami a világot tartja. Emlékszem egy nyári napra, amikor reggeltől estig ott ültem régi padlás szobámban. Odakint elviselhetetlen forróság volt, behúztam a függönyöket és zenéltem. Persze ezt a zenélést úgy kell érteni, hogy megpendítettem a gitáron például a d -húrt, majd a húr által keltett rezgést folyamatosan erősítettem a visszhangosítóban, aztán a visszhangosító által előidézett gerjedést felvettem, és erre a felvett gerjedésre rájátszottam egy másik hangot, amit ismét csak a végtelenségig visszhangosítottam. És így tovább, órákon át. Ha valaki hallja, fejvesztve menekül. Néha beszűrődött a strandról a gyerekek visítozása, hajók dudáltak, odabent a félhomályban pedig ez a nem szűnő, egynemű gerjedés. Ha sokáig hallgattam ezt a zúgást, egy idő után el tudtam választani egymástól a hangfoszlányokat, amelyekből összeállt. Külön-külön hallottam minden egyes hangot. A zenében soha nem a zene érdekelt. Sokkal inkább az, hogy mi az, ami a zene által meg akar szólalni. Rég nem tapasztalt, eufórikus érzés volt ebben a zajorkánban ülni, az elsőtétített szobában, és hagyni, hogy maga alá temessen. Csak ezt akarom, semmi mást. Ha sikerül egy ilyen lassú, mániákus zajépítés, akkor az olyan, mintha valami életbe életbevágóan fontosat tudtam volna meg a teremtésről. Beszélni írni képtelenség erről. Csak a benne lét intenzitása számít, a belefeledkezés minősége. A világ bomlott ki így a monolitikus létből az idők kezdetén. Ahogy a gyerek testesül bele fokozatosan a világba. Ennek a zajnak a mélyén ugyanaz az erő dolgozik, ami a gyermeket növeszti az anyja méhében. Semmi más nem számít, csak a teremtés, de teremteni csak az önfelszámolás áldozata árán lehetséges. Ha kihullok magamból, akkor kezdődik minden. Amíg nem valósul meg az elengedés, teljesen mindegy, mit teszek, mert semmiféle értékkel nem bír. Nem érteni valamihez végül is áldás. Hallgatom a konzervatóriumot végzett zenészek bravúros játékát. Szinte mindent tudnak, amit választott hangszerükről tudni lehet, bármit képesek eljátszani. Az egész mégis oly gyakran üres, és csak imitálja a zenét. A szívet hidegen hagyja. Magas színvonalú szakmunka. Papokat lehet hallani így prédikálni. A retorika kifinomult művészete kemény munkával kitanult hatásos hanghordozás, ami mögött a jéghideg semmi kavarog. Amivel nem azt akarom mondani, hogy ez az én úgynevezett zeném bárki más számára jelenthet valamit. Mert könnyen lehet, hogy ez az egész csak nekem életbe vágóan fontos, más számára elviselhetetlen. Mégis úgy érzem, hogy talán ez az egyetlen csatorna, amelyen keresztül elérhetővé válok a másik számára. Vagy kivételes ritka pillanatokban az írás által. De akkor ez az írás sem én vagyok. Csak akkor sikerülhet, amikor nem vagyok. Esni kezdett. Régóta szerettem volna esőben lenni itt, de most, hogy odakint végre esik, szinte nem is érdekel. Hiányzik valami. A hiány reménytelen körbejárása. Kiszolgáltatva lenni a saját magamról való tudatlanságnak. Végső soron mindegy, mit gondolok, mert nem tartja össze semmi ezeket a gondolatokat. Feltevések, elfogultságok, vakság. Milyen könnyen válik nyomasztóvá ez a környezet is. Milyen sokszor vált nyomasztóvá az erdő az elmúlt években. A néma üres erdők, a hegyek közömbössége. A csend elviselésére való képtelenség. Holott azt beszélem be magamnak, hogy épp ezt a csendet kerestem mindig. Csak hogy mindig kívül, kívül kutattam utána ezekben az erdőkben és ezekben a hegyekben, néha más távoli erdőkben. De hiába. Hiába vesz körül elemi, időtlen csend, ami persze nem az, sokkal inkább folyamatos zsongás és hullámzás. Hiába mindez, ha közben a lélek sebzett és zavarodott, kétségbe esett és türelmetlen. Csak hiányokat érzékel, vágyódik valami után, kutat szünet nélkül, Íme itt vagy, ezt akartad. És azonnal a szorongás. Ritka kegyelmi pillanatoktól eltekintve mindig ez a vége. Így válik egy domtető elviselhetetlenné, miközben folyamatosan vonz. Így válik az őrület terepévé, miközben a tisztánlátás rejtett helyszíne lehetne. Amióta hajléktalan szállón dolgozom, jó néhány olyan emberrel találkozom, akiket általában csak úgy nevezünk őrült. Egy olyan ember, aki rendszeresen áthágja azokat a szabályokat, amelyeket a társadalom nagyobbik része valamiért normálisnak tart, könnyen egy pszichiátriai kórképen találhatja magát. És ha már benne van, nagyon nehezen tud csak kijutni belőle. T.J. 60 év körüli férfi, akinek a külseje leginkább csontvári marokkói tanítójához hasonlít. Ha a festményen látható arcot megfigyeljük, akkor tulajdonképpen T.J. arcát figyelhetjük meg. Hasonlóságuk szembetűnő, amit kedvünk szerint írhatunk a véletlen számlájára, vagy tulajdoníthatunk a jelenségnek mélyebb értelmet. Azt hiszem, mélyebb vagy magasabb értelem jelenléte lehet a dologban. De hogy milyen módon, arról fogalmam sincs. Téjé magának való hallgatag ember, sorstársaival ellentétben igen kényes a külsejére, naponta fürdik, rendszeresen mossa a ruháit. A külső környezeti behatások ellen sajátos módon védekezik. WC papírral tekeri körbe a fejét és a melkasát. Ezt a műveletet minden nap megismétli, homlokára tekeri a papírt, majd sapkát húz rá. Aztán a melkasa köré is teker belőle, és arra jön a legalább három réteg pulóver. Nyáron, a kegyetlen hőhullámok idején nem egyszer láttam a hajléktalan szálló udvarán üldögélni a tűző napon. Órákon keresztül, három réteg pulóverben, sí sapkával a fején. Egyetlen árva izzadságcsepp sem gördült le soha a mélyen barázdált homlokán. Téjével beszélgetni nem minden napi élmény. Az esti órákban megjelenik az iroda ajtajában, és megkérdezi, hogy kerestem -e már aznapra valami érdekeset. A valami érdekes azt jelenti, hogy kiválasztok számára az interneten egy képet, amely majd az aznapi beszélgetésünk kiinduló pontját képezheti. Ez lehet bármilyen festmény, fotó, rajz, akármi. Veszek neki egy kávét, megmutatom a képet, és kezdetét veszi a szeánsz. Téjé sokáig nézi szótlanul a képet, majd belekezd az előadásába. Közben jegyzetelek. Egy-egy ilyen előadás körülbelül fél órát tart. Néha kérdezek ezt-azt, de általában nem szólok közbe. Téjé előadásai drámaiak és lebilincselők művészettörténet, építészet, csillagászat, haditechnika, gasztronómia, irodalom, fizika, és ki tudja még, mi minden szövődik bele ezekbe a fél órákba. Valójában lehetetlen bármit is visszaadni abból, ami és ahogyan ilyenkor elhangzik. Egy kívülálló, nyilván komplet zagyvaléknak minősíteni az egészet, és pár perc után rémülten menekülne. Téjé korábbi életéről semmi sem tudható, így az sem honnan szerezte azokat az ismereteket, amelyek sajátos formában jelennek meg előadásaiban. Szövege minden túlzás nélkül költői erejű, világképe pedig minden őrület ellenére rendszert alkot, még ha első hallásra képtelen rendszert is. Egy mondatot idéznék csak tőle, ami talán megvilágítja valamelyest előadásainak jellegét. A letisztított formák tengelylapjain forog minden. Téjé egy úgynevezett őrült, egy pszichiátriai beteg, aki hajléktalan. De hogy valójában micsoda, arról sejtelmem sincs. Monológiaiból néhányat most ebbe a füzetbe is lejegyzek. A menofén kultúra 1646-os krízise nem magyarázható mással, mint a 14. században általunk az égei tengeren elsőjeztett hajók rakományával. A hajók nagy mennyiségű aranyat szállítottak gyémánt üvegládákban. Az aranynak el kell tűnnie, mert az arany ellentétes mindazzal, amit édesanyám követendőnek tartott. A föld egyébként kibillenthető termográfiás malmok segítségével. A naplemente, a hold, a gravitáció, ezek a jelenségek a malmok alkatrészei. Orvosi szempontból egy dinasztia hanyatlása merőben más, mint egy olyan ember szempontjából, mint én. A vitorlázás az én szememben a föld megkoronázása. A tenger egy terítő. A bolygó szinkron felépítése azt jelenti, hogy végül is minden forma a keresztfára vezethető vissza. A várakozás töltött súly, a töltelék minősége döntő fontosságú. Sosem voltam luteránus, elképzelhetetlen lenne az én helyzetemben. Az önök világának hanyatlása nem tartozik rám. A rendszer is rendszertelen. Egyedül a felső határ, az eszme szemlélete hozza el a kioltódást. A messzeségben kioltódni. Egy messzeségben kioltódni vágyó fiatalember életének utolsó nyarát látom, pontosan június másodikán. Egy gyáva fiatalember utolsó nyara, aki saját életének eljövetelére vár. A kezében lévő vándorbot valójában töltőtól, az írás képtelenségre utal. A férfi saját tudatlanság mítoszának áldozata. Olyan ez, mint elaludni a Sixtus kápolnában Isten újjának festése közben. Egy monogám típusú fiatalember, mint tragédia. A dédi mamám géntechnológiai fejlesztéseiről még nem beszéltem, de erre is sor kerül majd. A képen szereplő bolygó felszíni hőmérséklete átlagosan plusz 156 fok, ennek ellenére hatalmas óceánok vannak ott. Olyan óceánok, amelyeket édesanyámmal fejlesztettünk. A fényév meghosszabbítható, de ugyanakkor le is rövidíthető. Nézőpont kérdése az egész. A belső térben új lehetőségek állnak rendelkezésre. Ez a bolygó valójában belső tér, hangsúlyozom belső. Civilizált vízi élőlények élnek rajta, négyezerszer akkorák, mint egy átlagos dinoszaurusz. Tekintélyes méretűek valóban. Nagy kiterjedésű őserdők és kiváló forrásvíz a szilárd felszínen. Sosem juthat el oda az, aki nem érti meg a vízi élőlények kommunikációját. Ugyanis a hangjukat itt a Földön is hallani. Feltételezem, hogy ön még sosem hallotta őket. Nem is fogja soha nyugodjon bele. Dantét leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy a bolygók magnéziuma volt. Egyszerre napnyugta és napfelkelte. Egy hatalmas szerelem gyerek. Életátvitel és hitelesség dialóg. Biztonság, csend és magasztalás, ha eszembe jut. Elképzelt hölgyek tisztelete, mint feladat. Birtokomban van róla egy filmfelvétel, amelynek a közléséhez nem járulok hozzá két órás film egy tökéletes rendszerről. De nem lehet bemutatni, lehetetlen. Dante családját 1111 óta ismertük édesanyámmal, aki egyébként róla írta a diszertációját Irodalom és Röntgen címmel. Az Isteni Színjáték címe eredetileg felszabadulás volt. Sokat dolgozott a földeken, főleg a babot szerette, de a különböző gyümölcsök befőzésében is jártas volt. Nem járt a túlvilágon, csak ha elfáradt. Nem szabad elfáradni. A teocentrikus világkép újrahangolása elengedhetetlen. Ennek alapja a runalizmus, ami az erdők és az utak szabad rendszerét jelenti. A pillanatok felismerése és azonnali elfelejtése nagyon fontos. Mindez a 141-es dossziéban van lefektetve tényszerűen, de ennek a dossziének a tartalma soha nem tárható olyan emberek elé, mint ön. Egy faj hanyatlása, szentnum, jelen esetben az emberi fajé törvényszerű. A hanyatlás szomorú, mint mondják, de akik ezt mondják, semmit sem tudnak a hanyatlásról. A hanyatlás hatalmas szemléltetés mint azok számára, akik értenek abból, ami eléjük tárul. Édesanyámmal 1287-ben határoztuk el, hogy tízezer kilométeres mélységben egy hatalmas barlangban rögzítünk egy zeneművet. Kőből és egyéb üledékes anyagokból készítettünk hangszereket, a zenét kristálymikrofonokkal rögzítettük, amelyek képesek a kő belsejének rezgését is érzékelni. A művet egyetlen alkalommal mutattuk be a Genovai katedrálisban, amelyet előzőleg az alapkőtől a kupoláig lézerrel megtisztítottunk, mert csak megtisztított katedrálisban lehet zenét előadni, máshol nem is lenne lehetséges. A zene ugyanis gyógyhírközlés, ezt sokan nem tudják, viszont én tudom. És most már ön is tudja. Nézze, a csontjaim, mint talán ön is tudja, 273 évesek. Ami nem azt jelenti, hogy én is 273 éves vagyok, nem. Az én életkorom csak föltörténetileg határozható meg. Születésem óta hordozok két apró bölcsőt a szemüregemben, egyet a jobb szemüregben, egyet a balban. A két apró bölcsőben két csecsemőring ők a testvéreim, akik mindörökre csecsemők maradnak. Ők döntöttek így. Mindketten igen okos emberek. A naprendszer bolygóit tökéletesen ismerik, nem különben a csillagok mozgását. Az egyiptomi piramisokat az ő vezetésükkel építették meg. Ők végeztek rendkívül bonyolult számításokat a munkálatok során. Amit tudok, tőlük tudom, és édesanyámtól. Most azt mondják, az ön kérdéseire a saját érdekében ne válaszoljak. Kimentek a határba, és leöldösték a lovakat minden nap. Húsz-harminc lovat egyszerre. Aztán kivitték a nőket, és megbecstelenítették őket a sárban. Ősz volt, köd és sár, minden nap ezt tették. Mi repülőgépről fényképeztük mindezt édesanyámmal. Ez volt a kádár rendszer. Lezárásként csak néhány mondatot még. A jövő agresszív fantazmagúria. A világ másfélszer nagyobb önmagánál. A templomokban az a legjobb, hogy hatalmas szélcsend van bennük. Györfi Ákos a hegyi füzet. Elmondja Kőrösi András Olvad a nemrég leesett hó. Nagyjából 30 centi eshetett az elmúlt egy-két hétben, és most ömlik mindenhonnan a víz. A patak harsogva hömpölyög az égerfák között. Csak a bagyok tudják túrikoltani ezt a hangot, a szemközti tölgyerdő kuvikjai. Az erős patak zúgás és a bagyok a fel és leszálló köd. A hold, ahogy olykor sápattan átdereng a felhőkön, mintha álmodnám az egészet mindenestől. A tudatalatti mélyebb tartalmai nem sokban különbözhetnek attól, ami körülvesz, emiatt aztán egybe mosódik az egész. Ami nem veszélytelen állapot, noha bizonyos értelemben akár eszményének is tarthatnám. A tudat önnön mély rétegeiben oldódik fel, elmerül a feneketlen, sötét vízű kútban, ami a természet mert nem vitás, hogy feneketlen és éjsötét az, aminek a felszínén úgymond az élet történik. Semmit sem tudok. Ez pedig egyszerre megnyugtató és kétségbejtő. Egész életemben őszinte csodálkozással tekintettem azokra, akik abban a látszatban tetszelegnek, hogy valami exakt tudás van a birtokukban. A csodálat minden esetben az önállításuknak szól, egy technika kifinomultságának, nem egy esetben szinte emberfeletti tökéjének. Hogy milyen magas fokon lehet berendezkedni valamiben, ami nincs. Mert mégis mi az, amiről azt mondhatom, hogy teljes lényemmel érzékelem a létezését. Az csak egy valami, a már megidézett feneketlen és éjsötét, amelyből érkeztem, és ahová majd visszatérek. Valaki járt itt. Eltűnt a fejsze, néhány gyertya is a létra. Végül is nyitva áll a ház. Az jön be, aki akar. Mégis, mintha betörtek volna. A birtoklás vágyát a minimálisra csökkenteni. Nem az enyém. Semmi sem az enyém. A ház szaga. Minden ház saját szaga. Ebben a szakban korom, füst, fa és elhagyatottság. Az elhagyatottság szaga. Néha embereken is érezni. A vaskájában dohog a tűz. Először mindig füstöl egy kicsit, szellőztetni kell, aztán elkezd intenzíven égni. Kevés olyan megnyugtató hangot ismerek, mint a tűz ropogása. Talán még a patakok hangja, a kakukké a szélben zúgó fenyők ilyen. Vigasztaló hangok. Egy olyan rend akusztikájának töredékeit mutatják fel, amely már nem létezik másutt, csak a tudat legmélyén. Egészen kicsi gyerek voltam. A szülői ház kertjében mászkáltam a nálam magasabb páfrányok között. Csigaházakat szedegettem, susogtak a hatalmas fenyők, Megszólalt a közeli református templom harangja. Alig voltam jelen önmagamban. A növények, a fények, az árnyékok mozgása, a csigaházak nem különböztek tőlem. Mintha mindenben ugyanannyira lennék, és ennek a létnek nem a testemben lenne a középpontja. Mindenben középpont van, de ez a végtelen számú középpont mégiscsak egyetlen egy. A minden egyetlen egy. Egy kisgyerek számára mindez magától értetődő, nem is ismer mást, mint ezt az egyetlen egységet. Honnan hozza? A világ aztán mindent megtesz annak érdekében, hogy a kezdet teljességének még az emléke is kitörlődjön belőlünk. A kitörlődési folyamat szükséges velejárója. A szorongás megjelenése. Mert arról van szó, a szorongásról, ami egyszer csak belém költözött, és aztán elhitette velem, hogy ő is én vagyok. A szorongást a világ adja nekünk, a szorongás a világ ajándéka az újonnan érkezetteknek. Soha nem hallottam, hogy bárki beszélt volna róla. Anyám és apám mélyen hallgatott, miközben éreztem, hogy bennük is jelen van, csak úgy tesznek, mintha nem vennének tudomást róla. Az ember a lehető legsúlyosabb bűnöket követi el a gyerekeivel szemben, és még csak nem is hibáztatható érte igazán. Nem tudja, mit cselekszik. Hiszen a szorongás nyelvén kívül nem ismer más nyelvet. Olyan önmagába zárt rendszerez, amelyből nincs kiút. Legalábbis a legtöbbünk számára nincs. A szorongás a tudat minden rejtett zugába befészkeli magát. Megmérgez minden gondolatot, alattomosan, észrevétlenül. Minden arcon átüt a rombolás, amit a lélekben okoz. Az arcunk, mint a szorongás önarcképe. A szorongás által uralt világfogjai vagyunk, magunkat tettük a fogjaivá. A félelem, a megaláztatás, a bizonytalanság egymást gerjesztő örvényei hálózzák be, a magunk teremtette világot. Ebből a világból nincs kiút. Az ösvények óhatatlanul az űrülethez, a kényszerképzetekhez, a totális bezárkózáshoz vezetnek. Ebből a világból kiút tényleg csak befelé vezet. Befelé. Ahhoz a kerthez, azokhoz a páfrányokhoz, azokhoz a csigaházakhoz, azokhoz a hatalmas fenyőkhöz. Mi már nem tudjuk, mi a háború. Több mint fél évszázada nem tudjuk már. Illetve él még néhány tízezer idős ember, aki így vagy úgy átélte. Az apám például, aki néha mesél ezt az Budapest ostromáról. Hogy volt a bérházban, ahol laktak egy varroda, ahol süketném a zsidó lányok dolgoztak. Ezek a lányok sárga csillagot hordtak a kabátjukon egy ideig, aztán apám egyszer csak azt vette észre, hogy a varroda ajtaja tárva nyitva áll, és a lányok sehol. Eltűntek mind. Látott egy repülőt belefúródva egy ház falába. A kedvenc játékautója egy ideiglenes ponton híd korlátjáról a Dunába esett. Vagy a nagynéném, aki kislánykorában alig beszélt, és első tőmondatainak egyike az volt zebegényi nyaralójuk kertjében – hogy bombáznak. Mert amerikai liberátorok bombázták épp akkor a Szobi ipoi hidat. Vagy ott van a nagybátyám, aki a szülei málnásából, a nagymaroshoz közeli hatlópatak völgyéből hazavitt egy pár katonai csizmát, és az egyik csizmában benne volt a rothadó lábszár is. De hazahordott minden mást is, gázálarcot, géppuska állványt, bajonettet. Egy halántéknál átlőtt sisakot. Gyerekkoromban még megvolt néhány ezekből a kacatokból. Emlékszem például a géppuska állványra a szénapadláson. Nem tudtam, mire való, csak tetszett nagyon. A gázálarcok gumis részei kőkeményre száradtak. Ha erősebben megszorítottam, elrepettek. Aztán sorra eltűntek mind az éves lomtalanítások során. Nagyszüleimnek volt egy kunyhúja a nagymaros fölötti erdőkben, a féle erdei szállás a mezei munkák idejére. Ebben a kunyhóban zsidókat bújtattak. Ha kiderült volna, nagyszüleimnek még a síria is ismeretlen lenne. A második világháború előtt zsidó családok jártak kinyaralni a Dunakanyarba. Többek között a nagyszüleim házának néhány szobáját is kibérelte egy család, akik aztán éveken át visszajártak. Ebben a családban volt egy kisfiú aki hivatalosan nem is létezett, nem volt anyakönyvezve, nem járt iskolába. Az állam nem tudott arról, hogy megszületett. A szülők alig, ha nem sejthettek valamit abból, mi van készülőben. A háború után anyai nagyapámat elvitték Málenki robotra, ahonnan három év múltán tért haza betegen, csontsoványan. Egyszer próbált megszökni, együtt egy német katonával, de orosz parasztok feljelentették őket. Nagyapámnak menekülés közben átlőtték a lábát. Földbe ásott gödrökben aludtak. A gödrök tetején drótháló. Minden napos volt, hogy a mellette fekvő ember reggelre, kőkeményre fagyott holtestként dőlt rá. Apai nagyapám a zebegényi nyarolójukban hétvégenként bricspartikat tartott. A társaságban természetes volt a zsidózás, diszkréten, finoman, mellékesen. Apám legkorábbi emlékei között ott van a kép, ahogy ülnek a férfiak a Dunára néző teraszon, kártyáznak, cigarettáznak, és közben visszatérően szó esik valakikről, akik nem mellékesen zsidók. Holott nagyapám szociáldemokratának vallotta magát. Anyai déd nagyapám Nagymaros utolsó bírójaként kapta a megtisztelő feladatot az oroszoktól, hogy állítsa össze azoknak a férfiaknak a listáját, akiket kényszer munkára visznek. A saját fiai közül is választania kellett. Gyerekkoromban engem is majdnem megölt egy második világháborús gránát, vagyis hát nem tudom, hogy majdnem-e. Ütögettem egy kővel a Dunaparton, aztán elhajítottam. Egy óra múlva már körbe volt kerítve, és skafanderes tűzszerészt érdelt fölötte. A szüleim emlékeiből áll össze bennem a nyilvánvalóan hamis kép azokról az időkről. Mert másféle kép nem is állhat össze, mint hamis. Mihez kezdjünk mások emlékeivel? Tudunk-e egyáltalán kezdeni velük valamit? Főleg akkor, ha az emlékezés tárgya olyasmi, ami túl van az elképzelhetőn. Mintha elszabadult volna valami, amit már nem lehet megfékezni. Ez a valami először az emberben szabadul el. A lelked dúlja fel és mocskolja be, majd kilép belőle, és a világban teszi ugyanezt. Ezt a valamit onnan ismerem, hogy bennem is él. Régóta érzem a jelenlétét. Idefent ezen a szeles domtetőn valamivel könnyebb elkülöníteni magamtól mert még nem nőtt belém egészen, nem tapadt rá teljes felületével a lényemre. Még nem választott el végleg önmagamtól. Talán ezért kerestem egész életemben a csendes, eldugott helyeket, mert csak ezeken a helyeken vagyok képes szembenézni ezzel a parazitával. Ezzel a sötét ikertestvérrel, akit magamban hordok, mint egy anya a magzatát. Tudom, hogy nem szabad megszülnöm erre a világra, mert akkor elvesztem. Onnan már nem lesz visszaút. Csak ha írok, talán csak akkor vagyok keresztény. Napok óta ez a mondat jár a fejemben. Talán nem is pontos így ez a mondat, és talán nem is igaz. Talán pontosabb lenne, ha a keresztény szó helyett valami más szerepelne ebben a mondatban, de nincs más szavam rá. Nincs pontosabb szó. Mostanában nagyon keveset írok, tehát a fenti mondat szellemében mostanában egyáltalán nem vagyok keresztény. Azzal nyugtatom magam, hogy írás helyett viszont zenélek. És akkor biztosan az is igaz lehet, hogy amikor zenélek, csak akkor vagyok keresztény. Nem tudom. Mióta írok, nagyjából tehát húsz éve, ez a mondat mégis mindennél világosabb a számomra. Mindennél világosabb úgy is, hogy ez a mondat valójában tragikus rán nézve, ugyanis azt jelenti, hogy a gyakorlatban, az úgynevezett életben képtelen vagyok keresztényként élni. Keresztényként élni. Lehet-e nem keresztényként élni? Valószínűleg nem lehet. Aki nem keresztényként él, az is keresztényként él, csak gyarló, bűnös, rossz keresztényként. Nincs nem keresztény élet. A lélek eredendően keresztény, írta valamelyik korai egyházatja, nem tudom pontosan kicsoda, és nem is biztos, hogy szó szerint így, ami éppen annyira homályos mondat, mint amennyire nem. Sosem tudtam másképp tekinteni magamra, mint keresztényre. Vagyis inkább egy alvó keresztényre? Alszik bennem valaki, aki valóban keresztény. Alszik bennem a lélek. Ez a titokzatos idegen bennem csak ritkán, pillanatokra tér magához a kómából. Kinyitja a szemét, kristálytiszta, metszően éles, de nem hideg tekintete van, és képes úgy nézni mindenre, mintha először látná. Vagy inkább, mintha mindig is látta volna? Mintha mindent látott volna már egészen a kezdetektől? Nem magamról beszélek, sokkal inkább valamiről, amit magamban hordok, ami mélyen el van temetve bennem. Soha nem érdekelt más, mint ez az ismeretlen részem. Sokáig azt hittem, az írás elvezethet hozzá. Ehhez az idegenhez, hogy az írás majd segít közelebb férkőzni a titokhoz. Azt hiszem ebben tévedtem. Mert az írás nem vitt közelebb hozzá. Viszont egyet-mást azért mégis az íráson keresztül tudta meg a természetéről. Közelebb írni magam az Istenhez. A, ah, micsoda ostobaság. Miközben nem mondhatom, hogy teljesen légből kapott dolog lenne, mégis sántít valahol mégiscsak egy az ezerféle önigazolás közül. Kora gyermekkoromtól kezdve tisztában voltam azzal, hogy a lelkem meghasadt, hogy van a lélekben egy nem gyógyuló seb, egy védtelen, kiszolgáltatott, érzékeny terület a lélek sötét felszínén. Ezt a sebet azonosítottam, meg lehet tévesen a kereszténységgel. A kereszténység egy seb a lélekben. Erre jutottam úgy 16-17 éves korom környékén. Tulajdonképpen ma sem gondolom másként. Ha az ember ilyen gondolatokat vagy érzeteket helyez életének centrumába, bizonyos értelemben kiírja magát a világból. Ez akár szó szerint is érthető, ugyanis sokáig feltett szándékom volt tényleg kiírni magam a világból hogy az írás által ne legyek jelen. Amíg írok, ne itt legyek. El innen. Ezt viszont csak írás közben nagyon ritkán sikerült elérni. Veszélyes és felettébb kockázatos vállalkozás, nem vitás. Az ép elméjét teszi kockára, aki ilyesmibe fog. De másba viszont nem lehetett és nem lehet fogni, mert ezen kívül nincs semmi a világon, ami igazán érdekelne. Mi tudna rabulejteni még azután, hogy felfedeztem valamit magamban, ami valahogy mégis kilóg belőlem? Kilóg egészen a csillagködökig egyfelől, és kilóg egészen a mikroszkopikus világig másfelől, de mindezeken túlra is elér, mert minden benne van. Az egész teremtett világ ebben a lüktető idegenségben lélegzik. Van valami rémisztő abban, ha arra gondolok, hogy mindez már gyerekként foglalkoztatott. Érthetetlen számomra az olyan élet, amely nem hordozza magában ezt a sebet. Olyan élet nincs, legfeljebb a látszata. Persze nem kerülhetem el, hogy ne gondoljak olykor arra, hát, ha mélységesen félreértem a kezdetektől ezt az egészet, hát, ha valami végzetes tévedésben élek. Hogy amivel én a kereszténységet azonosítom, az valami egészen más. Az valami betegség inkább deformált valóságérzékelés. Lehetséges, hogy ez a kereszténység kép inkább a melankóliára illik, ami olykor bizony depresszióba fordul át. Miközben a melankóliáról azt gondolom, hogy egyfajta előjáték a kereszténységhez. A melankólia, mint a kereszténység előszobája homályban tapogatózom. A kereszténységen kívüli homály rabjaként vagyok kénytelen létezni, miközben tudom, hogy ez a homály is része a kereszténységnek. A keresztény homály. Kilépek a kertbe. Éjjel egy óra van. Rágyújtok. Akkor a köd, hogy a tőlem öt-tíz méterre álló tölgyfáknak csak a halvány körvonalait látom. Mintha soha nem álltam volna máshol. Mintha soha nem láttam volna mást, mint ezeket a tölgyfákat a vastag ködleplek mögött. Azon gondolkodom, mennyire nem mondható semmi mindarról, amit megpróbáltam körülírni. Csendben pipázom, az enyészet illataival terhes ködben, aztán visszaülök az asztalomhoz, és kiteszem ezt az utolsó írásjelet. Tíz fok a házban. Körülbelül három óra kell ahhoz, hogy feltornázzam húsz fokra a hőmérsékletet. Hullaszínű gyertyánnal tüzelek. Jól megrakom a kájhát, közben elbúbiskolok, és fél álomban megindul a képáradat. Arcok bukkannak fel, arcok a múltból, egymásba olvadva, szétválva, folyton változva, valami sötét háttér előtt. Mintha az éjszakai ég lenne az arcok háttere. A csillagok világítják meg hátulról ezeket a lehellett vékony arcokat. Ilyenkor válik egyértelművé az, amiről máskor igyekszem nem tudomást venni, hogy mennyire tagjai vagyunk egymásnak, hogy mennyire mélyen közöm van ezen arcok tulajdonosaihoz. Egymás életén vágunk keresztül, kitörölhetetlen nyomokat hagyva. Józsi, 52 éves hajléktalan, régóta ismerem. Bár nem vagyok szakember, úgy látom, körülbelül egy tíz éves gyerek lakik benne. Józsi valójában egy tíz év körüli gyerek, akivel valahogy megtörtént ez az 52 év, de végül is nem más ő, mint egy súlyosan traumatizált gyerek. A sebzettségnek egy olyan fokán él, hogy intenzív bűntudat nélkül nem lehet a szemébe nézni. Mintha én is súlyosan bűnrészes lennék életének feloldhatatlan tragédiájában. Ez az érzés kísért mindig, ha meglátom. Nemrég hosszasan beszélgettünk, akkor mesélte el ezt a történetet, amelyet szinte betűhíven másolok ide, mert diktafonnal is rögzítettem. Az volt az első karácsony, amire emlékszem. Négy éves voltam, anyám akkor már az intézetben volt, ilyen bolondoknak való intézetben, pszichiátrián. Néha kiengedték, akkor otthon volt pár hétig, de a vége mindig az lett, hogy a mentők visszavitték. Mert hangokat hallott. Azt mondta, valakik mindig beszélnek hozzá és fél tőlük. Szóval akkor már anyám bent volt a balondoknak való intézetben, én pedig apámmal otthon. Apám mindig részeg volt, már reggel részeg volt, aztán estére általában úgy kellett hazahozni, vagy ott aludt valahol az út szélén a busz megállóban. Karácsony volt. Ezt főleg onnan tudom, hogy az óvodában volt ilyen fenyőünnep. ünnep. Akkor a fenyő ünnep volt a karácsony, és aztán jött a téli szünet, akkor napközben a nagyanyám volt nálunk, aki ugyanabban az utcában lakott. Minden nap átjött, mert tudta, hogy az apám otthagy, reggel elmegy a kocsmába, engem meg otthagyott, enni sem adott, csak a nagyanyám kent egy zsíros kenyeret, ha átjött, meg hozott ételhordóban valami főtt ételt. Nagyanyám is mondta, hogy karácsony van, más nem. Fenyő sem volt, ő se hozott ajándékot soha. Ilyen hideg ember volt ő is, mint az apám. Nem mutatott semmi szeretetet felém, csak megetetett, mint egy kutyát, elém rakta a kaját, aztán nem szólt hozzá egész nap. Nem kívánok magának ilyen hideg embereket, mint az apám meg a nagyanyám. Egyedül az anyám nem volt ilyen hideg, de hát ő meg bolond lett. Biztosan attól, hogy ilyen hideg emberek között kellett neki élnie. Szóval karácsony napja volt, nem esett hó, de nagyon hideg volt, mínusz tíz biztosan. Hiába fűtött be nagyanyám a vaskájába reggel, úgy is fáztam. Apám valamikor délután felé hazajött valahonnan, részeg volt, leült a konyhában, evett valamit, aztán azt mondta, hogy öltözzek fel, mert vele megyek valahová. Nem mondta hová, csak hogy öltözzek. Nekem nem volt rendes kabátom se, csak valami vékony, rózsaszín, ilyen szerű pulóver. Nagyon szégyeltem, hogy rózsaszín, mert hát az lányoknak való. Csúfoltak is miatta, de nem volt másik. Felvettem ezt a rózsaszín fölsőt, akkor is már ilyen sovány, beteges gyerek voltam. Állandóan köhögtem és folytatak nyom. Apám ideges volt mindig, ha köhögtem. Előtte nem szabadott köhögni de néha nem tudtam visszatartani a köhögést, és akkor adott egy pofont, hogy hagyjam már abba ezt a rohadt köhögést. Elindultunk, a szőlőhegy felé mentünk, nem a kocsma irányába. Ebből tudtam, hogy a haverjához megyünk, az Imihez, aki ott lakott a szőlőhegy aljában egy régi présházban. Gyereke nem volt az Iminek, csak egy felesége, aki felakasztotta magát. Utána költözött ki a présházba, ott lakott egyedül. Nem szerettem őt sem, mert ő is ilyen hideg és üvöltözős ember volt. Az volt a szokása, hogy ráütött a fejemre, és azt mondta, tudod te, hogy miért kaptad most ezt? Apám soha nem szólt neki, hogy ne csinálja. Nem érdekelte. Szóval mentünk a szülőhegy felé, át a sineken, fel a keresztig. A keresztnél balra fordultunk, ott volt egy ilyen ösvény, azon kellett még menni egy darabig, és ott volt az imi háza. Útközben láttam, ahogy elmentünk a házak előtt, hogy mindenhol fel voltak állítva a karácsonyfák, feldíszítve, ahogy kell. Ebből is gondoltam, hogy karácsony lehet. De mondták az óvodában is, csak ott máshogy hívták. Apám az imivel elkezdett inni. Itták a bort, szólt az elemes rádió, én meg ültem az ajtó mellett egy széken. Arra nem emlékszem pontosan, mit akartam mondani apámnak, de egyszer csak felálltam, és oda mentem hozzá. Mondtam neki valamit. Mondom, nem emlékszem mit. Erre elkapta erősen a kezemet, és elkezdett kifelé húzni a házból. Kihúzott a ház elé a sötétbe, át az udvaron, és bedobott a fáskamrába. Volt ott egy ilyen deszkabódé. Oda bedobott, és kitámasztotta az ajtaját valamivel, mert nem tudtam kinyitni belülről. Aztán biztos visszament a házba, ezt nem tudom, mert onnantól nem hallottam semmit. Sötét volt, nagyon fáztam, kiabáltam, de aztán elfáradtam, nem tudtam kiabálni. Egész éjszaka bent voltam. Nem emlékszem, mit csináltam, csak arra, hogy nagyon fázom, és félek, hogy jönnek a patkányok. Aztán arra emlékszem, hogy már reggel lehetett, mert világos volt, amikor kinyitotta valaki az ajtót. Egy rendőr volt. Bejött, felkapott és kivitt onnan beültetett a rendőrautóba. Apám nem volt sehol, az Imi se, vagy lehet, hogy ott voltak csak bent a házban. Bevittek a Zalajgerszegi kórházba, sokáig voltam ott, tüdőgyulladásom lett, meg a veséim is betegek voltak. A kórházból már nem vittek haza, intézetbe kerültem, ott is laktam aztán 18 éves koromig. Egyedül a nagyanyám látogatott néha, Tőle tudom, hogy ő hívta ki akkor a rendőröket hajnalban, mert sejtette, hogy hol lehetek. Apám aztán úgy hallottam, börtönbe került. Nem emiatt szerintem, nem tudom miért. Anyámmal nem tudom, mi lett, de meghalt ő is aztán. Azóta van az, hogy ha karácsonyfát látok, mindig eszembe jut, hogy apámmal megyünk az imihez. Ezért sem szeretem a karácsonyfákat. Bár amúgy a fenyőillatát szeretem. Csak ha karácsonyfát csinálnak belőle, akkor jön rám a félelem. Szitál a hó, a ház önkéntes fogja lettem, a házba és a ház köré zsúfolt szellem világomé. Mintha szélcsengőt hallanék, az előbb pedig, mintha harangot hallottam volna. A szél zenéje, tompa fehér fény mindenütt. Egyszer megkértem apámat, vigyen fel kocsival a pokolvölgy bejáratáig, a kisinóci inóci turistaházig. Világosodott már, amikor kitett a turistaháznál. Néztem, ahogy megfordul az ősrégi mazdával, és eltűnik a fák között kóspallak felé. Sehol egy lélek. A turistaház is kihalt volt. Átvágtam a ház mögötti deres mezőn az erdő irányába. A pokolvölgy szájában álltam. Két-három órás kaptató következett. Csend, kihalt, üres rengeteg. Csak néha egy harkály, egy öv árnyéka, borz, róka, szarvas nyoma a fagyott sárban. Az, ami ezeken a járásokon történt, mindig csak jóval később tudatosult bennem. Előfordult, hogy évekkel később. Egyszer csak tisztán láttam magam előtt egy évekkel korábbi erdei napot, és világosan emlékeztem erdei gondolataimra. Fázis késés, így mondják. Nem voltam jelen, pedig jelen voltam. Önmagam mélyén ropogott a befagyott tócsák jege. Ahol jártam, oda nem követhetett a tudatom. Sem a tudatom, sem senki más. Még én sem léphettem be oda. Az ént el kellett hagyni hozzá, levedleni, mint a kígyóbört. bört. Tele van az erdő, én nem levetett burkaival. Éreztem, hogy van itt még valaki. Nem láttam sehol, a nyomait sem, vagy az árnyékát, semmit. Csak tudtam, hogy itt van a közelemben, és figyel egy erdő hatalmas fákkal, akkorákkal, amilyenek ma már nincsenek. Régi fényképeken látni ekkor a fákat. Tuszatnyi favágó ül rajtuk mosolyogva, akik nem tudják, hogy mit tüntettek el épp a világból. Láttam, hogy bükkök, legalább harminc méter magasak, alattuk derékigérő páfrányok. Mintha egy gótikus katedrális főhajójában lépkedtem volna lassan az oltár felé. Aki követ, nem ember. Ezt is tudtam. Azt viszont nem, hogyha nem ember, akkor micsoda? Valami, ami lehet ember is, ha akar. Az lesz, ami lenni akar. Félelem nem volt bennem, inkább csak várakozás. Hogy lépjen elő végre. Mert csak ezért vagyok itt, hogy találkozzam vele egy közeli hegyoldalon romos házat vettem észre. a ház volt, széles szinte lapos zsindejtetővel, mint az alpesi menedékházak. Azt a házat megtámadták, vérfolyt. A lakók az utolsó leheletükig ellenálltak, de esélyük sem volt a túlélésre. Ott vannak most is a ház közelében, a fák tövében. Ott fekszenek egymás közelében, szörnyű sebekkel borítva. Egyáltalán nem lepett meg, hogy mindezt abban a pillanatban tudtam, ahogy észrevettem a házat. De nem csak ezt tudtam, hanem azt is, kik voltak ők, milyen volt az arcuk, és egyáltalán mindent, mindent tudtam róluk. A gondolataik ott zakatoltak az agyamban, az érzéseik az én szívemet feszítették. Ott voltak bennem mind. Láttam a halálukat, ami tényleg brutális volt, de valójában mégsem volt szörnyű, mert tudtam, hogy nincs halál, hogy csak a test mállik el, hogy csak a hús az, ami elszenvedi az erőszakot. Ők változatlanul voltak, ahogy mindig is voltak, csak épp most már mindenben az ő szívük lüktetett. Számítottam rá, hogy egyszer csak előlép, de mégis úgy termett előttem, olyan váratlanul, hogy nem lehetett felkészülni rá. Valójában a levegőből lépett elő, a levegőből sűrűsödött össze a teste. Nem tudtam eldönteni férfie vagy nő, ahogy az sem, hogy magas-e vagy alacsony, idős vagy fiatal. Nem volt semmilyen, nem volt olyan vonása, amire emlékezni lehetne. Ahogy megpillantottam, már is beszélni kezdett. Ismeretlen nyelven beszélt, nem értettem egy szavát sem. Csak annyit tudtam, hogy nagyon régi nyelven szól. Egy olyan nyelven, amelyet rajta kívül senki sem ért már. Úgy tűnt, mintha egy költeményt mondana el. Egy felülmúlhatatlan szépségű verset. Szavai elöntötték a tudatomat. Az ismeretlen nyelv lassú hullámzása feloldotta mindazt, amit addig önmagamnak hittem. Nem tudom, meddig beszélt, talán órákig, talán csak egy percig, de nem lehetetlen, hogy ezer éven át tartott. Aztán egyszer csak abba hagyta. A hirtelen beállt csend olyan fájdalom hullámot indított el bennem, amelyhez hasonló soha nem tapasztaltam. Az nem lehet, hogy ezután úgy kell majd élnem, hogy nem hallom többé a szavait. A hiányát nem fogom tudni elviselni. Ennek a csönnek sem volt időtartama. Talán közben valahol másutt egész civilizációk bukkantak fel, majd süllyedtek el. Szótlanul állt, csak az egyik kezét emelte lassan a feje fölé, mintha mutatni akarna valamit, ami odafent van. Ekkor ismét megszólalt, és most már értettem a szavait. – kérdezte, látom-e ott fent azt a fényt, a leveleken átszűrődő napfényt. Felnéztem a távoli, magas lomkoronákra, láttam az ezernyi, lassan ringatózó levelet és azt a halványzölt fényt, ami átsejlett rajtuk. Mint a tengerbe benyúló fénypászmák, úgy mozogtak itt is a ragyogó nyalábok az ágak között. Látom, igen, feleltem. Az vagyok én, mondta ő, és aztán már nem szólt többet. Eltűnt. Ahogyan eltűntem én is onnan, abból az erdőből. Örökre. Örökre. Örök. Györfi Ákos, a hegyi füzet. Elmondja Kőrösi András. Áltam kint a hajléktalan szálló kapuja előtt, egyenesen az utca bűzlő fekete szájába bámulva. Ebből a szájból bukkannak elő azok az alakok, akik aztán a menedékhely pincéiben húzzák meg magukat éjszakára. Hol csapatosan, hol magányosan érkeznek, rémült, űzött vagy egészen kifejezéstelen tekintettel. Némelyikük szemében az elemi erejű rettegés lidérc fényei ragyognak. Tekintetek, amelyekben egyszerre van jelen az üresség és egy elmondhatatlan történet. A többnyire összefüggéstelen monológokból olyan sorsvonalak töredékei rajzolódnak ki, amelyek józanésszel nehezen felfoghatók. Gyerekkori emlékek, késsel, ököllel, borosüveg letört nyakával ütött sebek nyomai, vérfertőzés, gyűlölet és keserűség. Egy talán sosem létezett távoli eszten a képe, ahol nem ismerték a pénzt, a farmer és a rádiót, csak a fenyőzúgást, az ázott birkagyapjú illatát. Szavak olyan időkből, amikor egyben volt még, ami azóta atomjaira hullott szét, és szétszóródott a semmibe. Jön Feri bácsi, a hajdan sikeres és keresett hegedűs, aki 15 éve alszik minden éjszaka a szállón és soha többé nem akar hegedűt látni mert állítása szerint a hegedűben az ördög lakik és ez az ördög juttatta őt ide aztán géza aki a nyárád mentén született és most távol a családjától dolgozik különféle építkezéseken ahol vagy fizetnek vagy nem sőt olykor a nem fizetés mellé még megisverik laci akinek ha a szemébe nézek, minden egyes alkalommal összefacsarodik a szívem. Mert olyan fájdalommal teli tekintetet még életemben nem láttam, mint az övé. Nem is szól soha senkihez. Bejön, és azonnal lefekszik egy üres matracra. Imre, aki egyszer azt mondta, hogy minden ember, aki lábnyomát a földön hagyta, áldott, és minden földön hagyott lábnyomot meg kéne csókolni. Amikor megkérdeztem, honnan vette ezt a mondatot, csak annyit mondott, hogy álmában mondta neki egy angyal, és ő azóta sem tudta elfelejteni. Lali, aki minden egyes alkalommal tiltakozik, ha úrnak szólítom, mert, mint mondja, egyetlen úr van, az pedig Jézus Krisztus, rajta kívül senki a világon nem érdemli meg, hogy úrnak szólítsák. Egy ránézésre 14 éves prostituált, ragasztóval teli nejlonzacskót tartva orra előtt, a járda szélen és integetni próbált a ritkán felbukkanó autóknak. A sokadik meg is állt. Ötvenes, jól öltözött úr ült a volánnál. Előzékenyen nyitotta ki a hátsó ajtót, ahová szinte bezuhant a csontsovány, szakadt miniszoknyás gyereklány. Jó negyed óra múlva bukkantak fel ismét. Kiszállt az autóból, igazgatta magán a ruhát, az acskó még mindig a kezében volt. A jól öltözött úr pedig elégedett arccal lépett a gázpedára. A közelben acélszürke sportkocsi állt az út közepén. Két kopasz, feje búbjáig tetovált kolosszus dőlt a motorháztetőnek. Az autóból fősiketítő erővel dübörgött a technóval felturbózott cigányzene. Nem néztem a szemükbe, mert a számukra egyet jelent a nyílt kihívással, amit azért mégsem mertem megkockáztatni. Bekotródta inkább a kapu mögé, a szálló udvarára, ahol még mindig fent voltak néhányan, mert képtelenek aludni. Ilyenkor gyulladt szemekkel néznek csak maguk elé, vagy fel alá járkálnak faltól falig, mint a hiúzak az állatkertben. Állatok útjait használom. Most döbbentem rá erre, ahogy jöttem fölfelé a hegyen, a házhoz, ahol érni szoktam. Az itt töltött időkről a legritkább esetben maradnak emlékeim. Mintha mindig álmomban járnék itt, ami bizonyos szempontból tényleg így is van. Hogy mi zajlik le ilyenkor bennem, nem tudnám megmondani. Homályos érzetek és benyomások, emlékfoszlányok, látszólag a semmiből felbukkanó mondatok kavalkádja. Hátradőlök a hetvenes évekből itt maradt ronda műbőr fotelben, és hagyom, hogy lassan elöntse a tudatomat ez a titokzatos folyó, amelynek éjsötét vize beláthatatlan mélységeket rejt. És talán az sem véletlen, hogy ehhez a házhoz csak vadállatok által használt utakon juthatok el. Ki kell lépnem átmenetileg az emberi minőségből, ha el akarok jutni mélyvilági életem helyszínére. Amikor itt vagyok, nem tudom eldönteni, hol is vagyok tulajdonképpen. A gyerekkorom épp olyan jelen való, mint az elmúlt másodperc. Vagy épp annyira nem valóságos egyik sem. Sok olyan gyerekkori emlékem hívódott elő ennél az ablaknál ülve, amelyekről réges-rég megfeledkeztem már. Például a Dunával kapcsolatos első emlékeim. Állok a bokáig érő vízben, és nézem a hullámokat, ahogy végtelen sorban futnak föl a kavicsos partra. Igazából arra az érzésre emlékeztem vissza, amit ez a látvány akkor, talán három évesen előhívott bennem. Hogy van ez a hatalmas erő, ami mozgatja a vizet, ami mozgatja odafönt a felhőket és a csillagokat, és ami végső soron engem is mozgat. Ebben az érzésben benne volt mindez, és nem volt szükség arra, hogy meg is fogalmazzam. Erre csak most, sok évvel később lenne szükség, de félek, hogy már lehetetlen. Ami az akkori és mostani énem közé ékelődött, homályossá karistolta az egykor még ragyogóan tiszta tükröt, amelyben elmosódó foltokon kívül egyebet már nem igen láthatok. Présház Ha meghallom ezt a szót, vagy ha leírva látom, mindig enyhe szorítást érzek szívtájékon. Vagyok még így néhány szóval. Rönk, ártér, dűlő út, szurdok. Bizonyos életpillanatok képesek arra, hogy évtizedekre ellássák az embert munícióval. Egészen más ez, mint amit az öregek szoktak mondani, hogy ők már csak az emlékeikből élnek. Emlékekből valószínűleg nem lehet élni, csak szomorúan vegetálni. Amiről én beszélek, az a létezésnek olyan kitüntetett pillanata, olyan intenzív meg és átélése az adott helynek és helyzetnek, amely messze előre sugárzik az időben. Az ilyen pillanatok az időtlenség élményével ajándékoznak meg, egy világon kívüli pont ígéretével, akár a gyermekkor előtti emlékek. Mi Mifelénk nem nagyon vannak présházak. Régebben voltak, de mára az emlékük is eltűnt. Ami megmaradt, már a garázs lett, vagy lakóház, legrosszabb esetben kocsma, ahol olyan bort mérnek, aminek még a látványától is hanyatt esnének a régiek. Nagyapámnak állítólag egészen iható bora volt, a mézes fehér. A nagymarosi pincében néhány korhat hordó, egy törött lopó és egy szakadozott fonatú demizsan árulkodik arról, hogy valamikor ott borászkodás folyt. Ha egy vidékről eltűnik a szőlő, akkor vele együtt még sok minden más is az enyészeté lesz. A présház olyan hely számomra, ami nem ebben a világban van. Mágikus történések helyszíne, Egyfajta alkimista műhely, ahol megtörténik a nagy átváltozás, az unió misztika. A szőlő átváltozik borrá, a bor pedig a szellem tápláléka lesz. A présház templom, nem vitás. Szegény Márai jut eszembe, aki öregkorára egy présházat szeretett volna, aztán mi lett? San Diego és a pisztoly, meg a közönyös szürke óceán. Várom az illatokkal teli ködöt, a kietlenséget. Hogy befűtsek, és nézzem a tölgyek csupasz ágai között kígyózó füstöt. Hogy befejezzem végre ezt a füzetet, holott még el sem kezdtem igazán. Az életem tudat küszöbe alatti folytonos mozgolódás, mint amikor a forró gőz emelgeti a fedőt. Régóta nem voltam egyedül az erdőn. Pedig hosszú évekkel ezelőtt rendszeresen jártam a börsenyt, főleg a hegység központját, az úgynevezett magas bőrsönyt. De az otthoni, a nagymaros fölötti erdőkbe is sokat jártam ki. Hegyestető, kapuhegy, szénégető, büdös tó, templomvölgy, rigóhegy. A rengeteg kép, amit ezek a nevek eltakarnak, és a rengeteg kép mögött is valami, amit nagyon nehéz szavakkal kifejezni. Az erdők, az ösvények, a patakok, a kövek emléke. Az egész atmoszférája. A táj, amiről ma már tudom, hogy valójában csak bennem létezik. 17 és 25 éves korom között nagyon sok időt töltöttem ezekben az erdőkben, a déli és a magas börzsönyben, és ez a nyolc év kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennem. Ebből a nyolc évből valójában csak az az idő maradt meg bennem, amit a hegyekben töltöttem. De ezek is csak ritkán konkrét emlékképek, inkább érzetek, emléknyomok. Az erdőbe mindig is felejteni jártam. Leginkább magamról akartam megfeledkezni. Ahogy beléptem a fák közé, távolabb kerültem magamtól, és némi gyaloglás után, a viszonylag háborítatlan erdőkbe érve, már olyan messze kerültem mindattól, ami vagyok, hogy sokkal inkább hasonlítottam egy kavicsra vagy bükfára, mint egy emberre. Persze ez csak ritkán sikerült, ez a tökéletes belefeledkezés. Az esetek többségében inkább valami álomszerű állapotba kerültem. Mintha aludnék, miközben éber vagyok, de úgy vagyok éber, hogy közben mégis álmodom. Az erdőt az álom szimbolikában a tudattalan jelképének tartják. Amikor először olvastam erről, azonnal tudtam, hogy így igaz. Legalábbis a saját életemre tekintve nem mondhatok mást, mint hogy nekem tényleg az erdő a tudattalanom. Belépve a rengetegbe, eltűnök a világ elől, de ezzel egy időben kilépek egy másik világ színpadára. Fák, kövek, állatok, vizek, csillagok lakják ezt a névtelen világot. Ide belépve az ember sem más, mint egy a névtelenek közül. Végre élsz, mondja egy hang valahonnan. Hallottam néha ezt a hangot akkoriban. Nehéz volt hinnem neki. Túl sok mindent kellett volna még lehámoznom magamról, hogy ez a hang tényleg eljusson hozzám. Györfi Ákos, a hegyi füzet elmondja Kőrösi András. A hajléktalan szállón megjelent egy férfi, akinél nem volt más, csak a szabaduló levele. Egy év négy hónap után engedték ki a börtönből. Loptam, mondta minden átmenet nélkül, pedig nem kérdeztem tőle. Úgy látszik, szerette volna tisztázni a tényállást. Ez az egyszerű loptam ott maradt köztünk a levegőben. Nézett rám, nincs hová mennie, a rokonság nem akarja látni többet. Nagyon sok ilyen arcot láttam már az elmúlt években, és egyre gyakrabban tűnik úgy, mintha ugyanazt az arcot látnám mindig. Egyetlen arc néz vissza rám a folyton változó tekintetekből. Hogy mitől lett egyetlenni ez az arc bennem, nehéz lenne megmondani. Talán a nyomorult, kiszolgáltatott és reménytelen emberek arca mindig, minden időben egyforma. A legtöbb arc szomorú. A különféle álcák mögött egész életünkben a szomorúság maszkját viseljük. Meghalni önmagunknak és a világnak. Persze. De akkor mi marad? Furcsa módon semmi egyéb, mint a teljesség a világ egészének leírhatatlan tapasztalata. Nem arról van szó, hogy tudnám, mit jelent mindez. Nem tudom. Pusztán csak annyi, hogy vannak olyan tapasztalataim, amelyekkel nem tudnék mit kezdeni abban az esetben, ha nem számolnék ezzel a lehetőséggel. A tények, ezek a hallott, megfoghatatlan és rideg lánculatok mindenütt amelyek befonják életünket, s azt a látszatot keltik, mintha egyedül ők tartanák egyben az univerzumot. A tények mögé rejtőzünk az állati rémületünkkel. Tényeket sorolunk, ha meg akarjuk győzni a másikat a magunk igazáról. Tényeket olvasunk az általunk komolynak tartott lapokban. Tényeket hallunk és fogadunk el az általunk komolynak tartott emberektől. Ki áll mondjuk egy miniszterelnök és tényeket sorol. Aztán kiáll az egyik ellenfele, aki vele szemben szintén tényeket sorol. A kétféle tényhalmaz egymásnak feszül. Az egyik biztos hazugság. Mondjuk azt szerint, hogy melyik tényhalmazt érezzük kedvünkre valónak. A másik tényhalmaz ezek szerint az igazságot rejti. Miközben tudjuk, és ha már nem tudjuk végünk, hogy a tények számunkra tetszetős halmaza nem egyenlő a valósággal. A tények valósága az a Mátrix világ, amelyben így vagy úgy leéljük az életünket. Miközben a tények által kitermelt tápoldatban levegünk mély kábulatban, amelyből nem lesz ébredés. Amikor például Mésző Miklós azt írja, hogy emberi történetet kell írnunk, nem ténytörténetet, éppen ennek az űrületnek a tarthatatlanságára hívja fel a figyelmet. A tények hoztak el minket idáig, erre a homokos, szomorú, vizes síkra, ahol most reszketve és tanástalanul állunk, mint az a hajléktalan, aki egy év négy hónap után most szabadult. Loptam, mondjuk helyette is. Elloptuk a valóságot. És megcsináltuk helyette. Ezt. Jöttem haza éjszaka egy ismerőstől az erdőn keresztül. A hólétől Kátyús autóúton is mehettem volna, de inkább a patak mellett kanyargó ösvényt választottam. Ez az ismerősöm a völgy felső végében lakik, messze bent az erdőben, egy bükkösben. Kis faház, angol nyelvű könyvekkel, egy elektromos zongorával, cserépkájával. Lakója egyedül él. Olykor felbukkannak mellette ők is egy időre, de a vége mindig a magány. Az íróasztalon laptop, az ablakból egy vízmosásra látni. Éjfél elmúlt már. Bekapcsoltam a fejlámpát, nem mertem a hold fényére bízni magam. Teli hold volt éppen. A távolabbi hegygerinc fái is tisztán látszottak az éjszakában. Nem tudtam nem arra gondolni, amiről egy fél órája még abban a kisházban beszélgettünk. Bár meg nem tudtam volna mondani pontosan, miről is volt szó. A pipafüst lassú hullámai elborították az egyetlen szobát. A kájhában ropogó tűz fényében nézte valaki az arcunkat, mert mintha nézett volna minket valaki valahonnan. Aki aztán követett az éjszakai erdőbe is. Magamon éreztem a tekintetét a sötétben. Mindez egyáltalán nem volt rémisztő, mert álmomban már találkoztam vele. Ami nem azt jelenti, mintha ismerném. Álmomban egyszer már láttam, kinek a tekintete ez. Találkoztam vele, mégsem tudnék egy szót sem szólni arról, milyen. Nincs külseje, de nincs belseje sem, nincs felülete, mélysége sincs. Nem szemlélhető külön mert nincs külön semmitől. Tőlem sincs külön, nem különbözik tőlem, noha nem én vagyok. Nem láthatnám, nem is láttam, csak valahogy mégis meg kellett mutatnia magát, nehogy azt higgyem, hogy megőrültem. Alakot adott magának, ami alaktalan. A patakmederben alig csordogált a víz, lassan kiszáradnak a források vízük eltűnik, a kövek közé habarcsozott vascsöveket ellepi a rosda. Az erdő lassan, még nem emberi léptékkel agonizál. Az ösvény olykor eltűnik a patakmederben, a túlparton bukkan elő újra. Pusztul itt minden, régóta látom, vagy inkább érzem, a pusztulás állandó érzetével élek hosszú évek óta talán nem is pusztulás, hanem széthullás, egy másfajta eddig ismeretlen rend eljövetelének előérzete. Néha azon kapom magam, hogy várom. Máskor méről jövő rettegés lesz úrrá rajtam, ha eszembe jut. Macska bagoly rikoltott a sötétség mélyén. A közelben földre hullott száraz ágak ropogtak. Vaddisznókonda vonult a dagonyához. Aztán mégis lekapcsoltam a fejlámpát, kíváncsi voltam a hold Mert azt még a lámpa fényénél is érzékeltem, hogy ez a holdfény kapcsolatban van azzal a megnevezhetetlennel, akinek a tekintetét ezen az éjszakán magamon éreztem. Felnyúltam a homlokomhoz, lenyomtam a kapcsolót, kialudtak az agresszív fehér fénytárasztó ledlámpák. Végre egyedül maradtam vele. A forrás alatt van egy kis tisztás, ritkásan álló gyertyánok és egy öreg villám a fűz kiszáradt törzse. A középkorban házak állhattak itt legalábbis egy régész hallgató szerint, aki a völgyfenék fáinak elhelyezkedéséből vonta le a következtetést. Egy nyomtalanul eltűnt falu. Végül minden eltűnik nyomtalanul. A tisztásra besütött a hold, a forrás vize halkan csobogott a kőmedencében. Tudtam, hogy ez a kép valami olyasmit akar közölni velem, amire soha nem lesznek szavaim. Az egyetlen, amit tisztán felfogtam, hogy ez a más világ. Ebben a halvány szürke derengésben láthattam milyen, bár ez sem volt teljesen ismeretlen. Minden régtől fogva ismerős, mert mindent láttam már, az egész nem más végül is, mint emlékezés. Amint megpillantottam, tudtam, hogy egyszer már láttam, egyszer már volt ez a tisztás a holdfényben. Volt valahol, valamikor. És van egy kép, ami megmaradt. Csak képek maradnak végül nézők nélkül. És majd minden akkor kezdődik el. Hallgatom az olvadék vizektől megáradt patak hangját. A hegység szívében nagy hó volt, és most ez a nagy hó mind a patak testének részévé vált. Olyan az zúgása, mint a komoly, magas hegységi patakoké. Ezt a hangot mindennél jobban szeretem. Nem egyszer elhatároztam már, hogy végigjárom azt az utat, amit ez a patak a forrásától a torkolatáig megtesz. Elképzelek egy tavaszi napot, amikor hajnalban nekivágok, felmegyek valahová a csóványos alá, és lassan leereszkedem a Dunáig. Lezárom a kályhát. Az izzó parázs lassan kihúny az ajtó mögött. Megfojtom a tüzet. Aztán majd reggel, ha kicsit megpiszkálom a hamut, ott lesznek alatta még mindig izzó parázs darabok. Jó, ha a tűz bent van a házban. Gyerekek arcán látni, mennyire megbabonázza őket a tűz látványa. Élőlényként tekintenek rá, és tényleg az is, egy titokzatos családtag, aki ott lakik a tégla kuckójában, és folyamatosan emlékeztet bennünket arra, hogy minden mélyén ő van, a csillagokban épp úgy, mint a föld Egy házi isten. Végül is a világban minden egyfajta égés eredménye, írja Zébald. Ide Idebent a tűz, odakint a völgyben a harsugó víz. Tűz és víz között alszom el. Befogadtam egy macskát. Néhány hónapos lehet, egyik nap egyszer csak ott termett az ajtó előtt, mint aki eldöntötte, hogy ezentúl itt él majd. Ha megérintem, azonnal dorombolni kezd. Odaugrik az ölembe, és másodperceken belül elalszik. Feltétel nélküli bizalom, mondhatnám. Hiszen miért olyan biztos benne ez az állat, hogy nem akarom elpusztítani? Nem hiszem, hogy ez a macska ilyesmit mérlegelne. Mintha inkább arról lenne szó, hogy beleveti magát egész lényével minden egyes pillanatba. Lesz, ami lesz. Rábízza magát a sorsára, vagy egy olyan mérhetetlenül bonyolult összefüggésrendszer általa nem ismert, csak folyamatosan megtapasztalt működésére, amivel kapcsolatban nem lehetnek kérdései vagy feltételezései. Ahogy nekünk sem lehetnek. A lét az, ami a macska egész lényét birtokolja, nyersen és kíméletlenül. Ennek a létnek pedig nincsenek előjelei, pusztán csak önmagával lenne mérhető. Ezért megrendítő az állatok élete, mert figyelve őket, belepillanthatunk a létezés olyan elemi tényeibe, amelyek az ember előtt többnyire egész életében rejtve maradnak. Gyerekkoromban láttam egyszer egy férfit a Dunaparton, ahogy agyonvert egy kutyát. Kis termetű keverék kutya volt, egy zsinóron húzta maga után, többször felemelte és teljes erővel nekidobta egy kőnek, majd belehajította a folyóba. A kutya egyszer még felmerült, kapálózott egy ideig, aztán elsüllyedt. Ha azt mondanám, dermetten néztem, elég pontatlanul fogalmaznék. Az undor és a megbűvöltség, a rettegés és a fokozhatatlan kíváncsiság elegye egyszerre akart szétvetni. Mintha beleláttam volna valamibe, amiről semmit sem tudtam addig, noha a létezéséről közvetett utakon azért tudomásom lehetett már. Megnevezni persze nem tudtam, ahogy ma sem tudom. Annyit viszont tudok, hogy a saját lelkemnek is vannak olyan alig feltérképezett területei, amelyekre önszántamból nem szívesen merészkednék. Elég nehéz az embernek beismernie, hogy a ragadozó vadállat és a fényességes angyali lélek kevercse alkotja lényének szubstanciáját. Amint nekiállnék megfejteni ezt az épeszemmel nem felfogható kettősséget, az őrület meredélyeinek peremén találom magam. Viszont annyit mégiscsak sikerült elérnem, hogy legalább nem álltatom magam mindenféle mellébeszéléssel. A borzadálytól remegve és az áhítattól eltelve igyekszem figyelni önmagam. Az a két korhadó fatuskó odafent a délbörzsönyben, a hatlópatak völgyében, amelyekhez egy időben rendszeresen elzarándokoltam, Egészen véletlenül akadtam rájuk egy őszi sétám során, és amikor először megláttam őket egy gyertyános szálerdőben, sokáig mozdulni sem tudtam a döbbenettől. Két állat merett rám dermesztő tekintettel, két nemevilági lény, és egészen biztos voltam benne, hogy csak is azért álltak itt az idő kezdete óta, mert rám vártak, hogy jöjjön el ez a délután. És vele jöjjek el én is, hogy mélyen a szemükben nézhessek. Mélyen a szemükben néztem, és magammal vittem a tekintetüket, hogy a magam tekintetébe olvassam az övékét, s úgy láthassak, ha csak töredékesen is, ahogyan ők látják maguk körül a világot. Sem ösvény, sem vadcsapás nem vezetett hozzájuk. Mégis minden bizonytalanság nélkül megtaláltam őket később is. Rég jártam már arra, de nem is kell ott lennem ahhoz, hogy a szemükben nézhessek. Nem tudom, mi van azokban a szemekben. Talán semmi sincs, de az a semmi iszonyatos erővel van jelen abban a négy sötét üregben. Tudom, hogy sosem fogom megérteni, mit akarnak mondani azok a szemek talán már nincsenek is. Talán az évszakok azóta leették róluk addigi formájukat. Ha így lenne, megnyugtatna. Mert onnantól úgy lennének jelen, hogy nincsenek. A nincs a legerősebb jelenlét. Éjszaka van. Kiültem a kertbe pipázni. Ritkán lehettem itt az utóbbi időben. Igyekszem hát minden percet teletölteni a növények közelségével, a patak illatával, a hegyvonulatok görbületeivel. Ami persze nem sikerül, hiába való kísérletek csupán egy olyan teljesség helyreállítására, amely valószínűleg soha nem létezett. Ha nem létezett, akkor honnan mégis ez az eszeveszett konokság bennem a kereséséhez? Az ilyen éjszakák otthonossága rémisztő, mert a kontraszt, ami majd a másnap reggel érkezésével kíméletlenül megmutatja magát, elviselhetetlen. Mondják, a világ minden nappal egyre elviselhetetlenebb. Így az a reggel, amire épp virradunk, már valamennyivel rosszabb, mint az előző reggel, függetlenül attól, hogy talán épp bizakodással telve ébredtünk fel. Az éjszaka folyamán tovább rohadt minden. Tovább lazultak az eresztékek, nagyobb lett a lék. Tudom, az eféle gondolatok végső soron nem vezetnek sehová, vagyis, hogy épp a sehovába vezetnek. Ennek ellenére Igazságtartalmuk legalábbis a számomra nehezen megkérdőjelezhető. De akkor miért, hogy most is úgy próbálok körbenézni a sötét kertben, mintha ezen az éjszakán még romolna tovább a világ? Ma egész nap nem beszéltem. A kert frissen sarjadó füvén tölgyek árnyéka. A harkály, a mókus a szokott időben érkezik az etetőhöz. Szél és madárhangok, otthonos embertelenség. Ma egész nap nem beszéltem. Mégis, mintha valaki folyton kérdezne, és mintha valaki folyton válaszolna is a kérdésekre. Nem bennem zajlik ez a párbeszéd és mintha csak úgy vennék részt benne, mint az ajtót kitámasztó gömbölyű hordalékkavics. Önnön sötét centrumába roskat figyelem. Ma egész nap nem beszéltem. Az életem fele eltelt. Kezemen növényi nedvek ragacsos sárga foltjai. Részvédtel írtom a gaszt álmomban egy ismeretlen erdőben jártam, kezemben egy gyümölcsel. Csak azt tudtam, hogy ez a gyümölcs gyógyír a fájdalmakra. A fák áttetszők voltak. Láttam a fák lüktető szívét. Ébredés után volt egy negyed óra, amíg tényleg nem volt más. Csak előjelek nélküli üresség. A közeli kolostor harangja hármat üt. Az ásó a földbe szúrva áll.